Gáspár Kata és Alinge Gábor a vendégeink, színművészek, jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt. Van nektek a Táliában egy előadásotok, ketten játszátok, Niagara fölött mentek át így együtt. Pont arról beszélgetünk, hogy tegnap került fel az internetre, és hát így aztán a hírügynökségek anyagaiba is egy videó, ahol két osztrák újságíró ezt a Viktória vizes és fölött megteszi, és ők arról számoltak be, hogy ez mennyire borzalmas. Amikor ti egy ilyet játsztok, akkor ahhoz mennyit kell készülni abból, hogy hogy élik meg azok, akik ezt tényleg megteszik, és nem egy színház színpadán produkálják először? Fel kellett erre készülni? Mi történik ott fönn a magasban? Rengeteg videót néztünk meg közösen, és nagyon sokat beszélgettünk arról. Pont nemrég került szóba az, hogy iszonyatosan nagy hangzavar van, folyamatosan zavarja az embert a vízpermet. Tehát ilyenekről nagyon-nagyon beszélgettünk, csak aztán mi ezt kihúztuk, hogy ne legyen hangzavar ténylegesen a színpadon, meg hát ne viccelődjünk vízzel, de alapvetően nagyon sokszor szóba került ez, hogy ezt milyen megélni, és mondom, a videók alapján azért elég sok mindent láttunk. Fura az előadásotok, volt szerencsém látni. Egyrészt ajánlom figyelmükbe, és nézzék. Köszönjük. Másrészt, ugye kötélen a Niagara fölött ez a címe, felett. Pontosan. És elkezdődik, mintha erről az egészről csak beszélgetnétek. Hosszan készültek, és az ember nem gondolja, hogy végigmentek végül a Niagara fölött azon a kötélen, mert nincs benne, hogy ez megtörténik. És aztán egyszer csak ott vagyunk, és egészen drámai lesz, és azt figyeltem magamon is, akik körülöttem ülnek, hogy meg tudtátok csinálni azt, hogy úgy szurkoltunk, mintha kötélen lennétek a Niagara fölött, ami szerintem hihetetlen teljesítmény tőletek. Hát tőlünk is, hogy végigültük. Most esnek, vagy nem esnek, esnek, vagy nem. Borzasztó nagy csendet tudtok nagyon hosszan csinálni. Ezt például, amikor rendeződik egy előadás, ezt hogyan lehet kalkulálni? Hogyan lehet a közönség reakciójával játszani próba folyamatban, közönség nélkül? Hogyan lehet kiszámolni azt, hogy mitől lesz, hogy mi odaverve a székhez? Azt nem lehet kiszámolni. Tehát azt kizárt, hogy lehet, hogy mások itt tudják. Szerintem mi nem is gondoltunk erre, mi mentünk a történettel, és próbáltunk minél hitelesebbek lenni, és minél közelíteni a naturál dolgokhoz. Tehát elhívtam egy kaszkadőr barátomat, Kivés Gyurit, pont azért, hogy érezze a néző ennek a veszélyét, ennek a feszültségét. Tehát amikor van az a jelenet, amikor a Kata föláll a székre, ugye akkor elvileg ez otthon minden háziasszony csinálja, föláll a székre és megpucolja az ablakot, de aztán amikor föláll a másik székre, arra magasabbra, és ott azt játssza, hogy tévisszonya van, akkor a néző egyszer csak találkozik ezzel a, hogy húha, innen lehet, hogy lehet. Nekem egyébként eszembe is jutott, hogy nem bírem meg az a szék. Te nem félsz soha? Nagyon szép volt. Alapvetően ugye ez egy tonett asztal, és a tonett asztal tetejére tesszük fel a magasított tonett széket. Hát semmi problémám nem volt, Gábor ott van alattam, most mitől féljek? És fölmásztam a magas tonett székre, és akkor mondta a kaszkadőr, Gyuri, hogy na jó, azonnal szállj le onnan. Tehát én ezt nem vállalom. Én nem mennék föl. Mert hogy ugye eleve egy dobogón vagyunk, hát a dobogón van az asztal, és ott van a fordulsz, szék. Fordulsz, másképp ülsz, tehát hogy bátran ülsz ott fönt, miközben hát... Jaj. Igen, de azért a Gyuri erre nagyon odafigyelt, és úgy van kitalálva az asztal szék találkozása, hogy igazából abból nagy baj nem lehet, de mondta a Gyuri, hogy csak egyszer kell onnan leesni, és akkor abból tényleg baj történhet, úgyhogy nagyon figyelünk egymásra, és azért ez egy kicsit ki lett ám találva. Én annyira biztonságban érzem ott magam, amiről már ugye te beszélsz, hogy a levélírásnál, amikor már a lány érzi, hogy jó helyen van, én valóban bármit meg tudnék ott csinálni a széken, mert... Kata, tényleg. Tehát hát elég sokat kell is vállalnatok, de fizikailag is, hát főleg, tehát hány percig, jó, Kata egy filigrán könnyű lány, de hát ettől még cipelet hány percen át? Vagy negyed órát? Vagy tovább. Ami azért fizikailag is teljesítmény, miközben játsztok. Ki tudod kapcsolni a fizikai terhet? Eleinte a próbák alatt azért nehéz volt, mert azért nagyon hosszú ez az idő, de aztán amikor az embert ugye elkapja a hév, és ténylegesen megyünk a Niagara fölött, nekem eszembe se jut. Ez egy igaz történet, ugye? Igen. Ez megtörtént a 17 éves lány és a 60 éves artista találkozása. Két férfi az eredeti
történet. Így azért izgalmasabb, hogy egy lányról van szó. Nem véletlen, hogy így lett kitalálva. Egy mondat a történetről, tehát alapvetően a Charles Bronson az egy élő személy volt, az 1800-as évek végén nagyon sokszor átment a nyilvára fölött, és Alonso Alegria írt ebből egy darabot, és az én fiam, Sangeri Ált, átírta egy kicsit másra, modernebbre, egy kicsit izgalmasabbra, és így került bele a fiú, így lett a fiúból lány. Kata és Gábor a kötélen a Niagara felett ezeken a képeken, amiket önök is látnak, illetve egészen pontosan a Thália Színházban, ahol megnézhetik az előadást, mondom, még egyszer ajánlom figyelmükbe, érdemes. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek róla, és eljöttetek hozzánk.